Nagyszerű program a budakeszi vadasparkba ellátogatni, mi is most ezt tesszük. Két variáció van, vagy autóval megállunk a külső ingyenes parkolónál, és akkor egy 15 perces sétával elérjük a budakeszi vadaspark bejáratát, vagy autóval egyenesen a fizető parkolóba megyünk, és onnan pár perc, és már benne is vagyunk a ding ding ding. Hát a vadászpartban. Igen. És mik vannak a vadászpartban, Miki? Jóvaszkák. És még? És még? Olyosjárók. Ezen a kényelmi funkció itt a vadaspark területén lehet használni ezeket az ingyenes babakocsikat, kisgyermekes családoknak nagyszerű lehetőség, hogyha nem babakocsival jöttetek, de a gyerekeitek hamar elfáradnak, akkor egy ilyen kölcsön babakocsival lehet átvészelni a fáradt perceket. Természetesen fontos, hogy a használat után ugyan ide toljátok vissza. Gyerekek vidám kikapcsolódását szolgálják a játszóterek is, amelynek játékai mind-mind természetbarát anyagokból készültek. Ezeken a játszótereken is játékos formában tanulhatnak a gyerekek, ez a rugós játék például egy verő-költő-bodobács. Ez itt az állatsimogató rész, ahol kecskék és kis őzikék várják a finom csemegéket. Szeretik az ócsemegét, az almát, a répát, a makkot, és természetesen a sok kisgyereket, akik imádják őket simogatni. Itt a Nagy Tétényi Kastély Múzeumban nyílt meg egy olyan kiállítás, ami biztos, hogy minden gyereket érdekel, mert hogy a hintaló az az olyan tárgy, ami minden gyerek képzeletét megragadja, úgyhogy november 25-től január 14-ig látogatható ez a kiállítás, amely magángyűjtők gyűjteményéből jött létre, és az a címe, hogy Paripám csodaszép. Dr. Ladó Mária és Dr. Tóth Ferenc Imre magángyűjtők gyűjteménye, amiből létrejött ez a kiállítás, illetve az Iparművészeti Múzeum tárgyai egészítik ki. Igen? Ja, semmi! Ja, semmi! Köszönjük! Köszönjük! A Kastély Múzeum zegzugos folyosóin lehet haladni, és a hintaló kiállítás mellett persze az egész múzeumot végig lehet járni, a bútor kiállítást és ruha kiállítást, valamint az óra kiállítást is meg lehet nézni. Egyébként nem tudom, tudtátok-e a hintalovakról, de hogy a 18. században kimondottan státuszszimbólumnak számított, hogyha egy gyerek, főleg fiúk karácsonyra hintalovat kaptak. Ez volt minden gyerek álma. Még egy érdekesség, hogy az első ismert és maradt hintalovat 1610 körül készíthették, az akkor még gyermek, első Károly, Anglia, Skócia és Írország későbbi királya számára. Valószínűleg terápiás céllal készítették, hogy a betegeskedő, bicegő, gyenge gyermeknek segítsék a mozgás koordinációját és erősítse lábait. Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is várják a gyerekeket itt a Nagy Tétényi Kastély Múzeumban. Hajrá! Nagyon jól megy!
1870-ben nyitották meg először január 29-én itt a Városligetben a műjég pályát. Már akkor különlegesnek számított Európában, nem volt sehol ekkora összefüggő jégterület, úgyhogy ez bizony nagy lendületet adott a magyar jégkorcsolya bajnokságoknak és sportnak is. Most a mai napokban is nagyon-nagyon népszerű a műjég pályán korcsolyázni, ahogy látjátok, igen, sokan vannak itt mögöttem. Egyrészt gyönyörű a környezet, a Vajdahunyadvára látható, illetve a Hősök tere, ott a Hősök tere is, no és persze a gyönyörű épülete a műjég pályának, ahol át lehet öltözni, ahol van büfé, ahol vannak különféle termek, ahol rendezvényeket tartanak, még egy étterem is elfér. Sára, mit szeretsz a korcsolyázásban? Az, hogy nagyon-nagyon csúszik a jég alatta, mert nagyon mindenhol szeretek csúszkálni, ahol lehet. És most így tudok sokat csúszkálni. És ez nem félelmetes? Nem veszélyes? Hát, lehet, hogy veszélyes, de nem félelmetes. És mielőtt feljöttünk ugyebár ide a pályára, mit csináltunk? Hát, ugye bemelegítettünk. Néhány hasznos információ. Hétfőtől péntek délelőttig normál időszaknak számít jegyvásárlás esetén, és péntek délutántól vasárnap estig pedig kiemelt időszaknak, úgyhogy ennek fényében változnak a jegyárak. Oktatásra is be lehet fizetni, illetve kaptok szekrényt, amiben lehet helyezni a cipőket, táskákat. A jégpályára hátizsákkal, táskával nem lehet feljönni. Ez egy különös szabály, biztonságtechnikai okai vannak. Interneten is megvásárolhatjátok a jegyeiteket, akkor nem kell sorba állni, e-mailben elküldik a QR kódot, és akkor a beléptetésnél, sorban állás nélkül, csak a telefonról leolvasva a QR kódot beengednek. Nagyon-nagyon gyorsan benneteket. Úgyhogy az interneten vásárolt jegy nagyon hasznos és nagyon időkímélő megoldás. Gyerekeknek, ilyen kicsi aprócskáknak, mint a Manka, lehet bérelni csúszkát, ami cipőre rögzíthető, és 500 forintba kerül, felnőtteknek, meg nagyobb gyerekeknek pedig rendes korcsolyát is lehet bérelni, akár csak fókár, ami egy ilyen jégen tologatható bigyó, és akkor a kisgyerekek, ha elfáradtak, arra rácsücsülnek, a szüleik meg korcsolyázva tologatják a jégpályán. Milyen? Jó! Hola, chica!